A Jékely kúria és udvarház Gébernyémben, ahol az egykori cseléd lakma múzeumként működik, és a napokban itt rendezték meg a Szatmár-Bereg Akadémia ülését, amelynek házigazdája Kovács Sándor országgyűlési képviselő volt. A Jékely kúriában, a Jékely család is egy nagyon fontos család volt, kapcsolatban álltak a Lubiakkal, hiszen a Lubi családnak egyik ága Fülpös Daroszon, a szomszéd településen van, és a két család jó viszonyban volt, és amikor ezt a Jékely kúriát újítottuk fel, akkor megtaláltuk azokat a pontokat a Lubi és Jékely család között, amik voltak. A rendezvényt a Lubi Társaság, a Nyíregyházi Egyetem és a Vármegye közösen szervezte. Sesták Oszkár úgy fogalmazott, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye három elkülönült részből áll, önálló hagyománnyal, történelemmel, identitással, amit a jelenkorban is meg kell őrizni. Nagyon fontos a megyei közgyűlés számára is, hogy ezt a három megye részt önálló identitásában is megtartsuk, és ápoljuk az itteni történeti és kulturális értékeket. Különösen fontos ez Szatmár-Beregben, hiszen a mai vármegyei székhely és Nyíregyháza viszonylag messze lévő nagyvárosa a mai vármegyének, és ez fontos, hogy az itteni emberek külön is megünnepeljék a saját identitásukat, megéljék a saját önazonosságukat, és nagyon fontos ez a civil kezdeményezés is, amelyet messzemelőleg támogatunk, hogy ilyen módon többet tudjanak meg a múltjukról az itteni emberek, érezzék a saját fontosságukat, identitásukat, és ez elősegítse a szülőföldön maradást is. A rendezvényen Kis Kálmán, a Lubi Társaság elnöke mutatta be a társaság gondozásában megjelent legújabb köteteket, amelyek a Lubi család történetét tárgyalják. Ezután az egyetem két oktatója, Ratkó Lujza és Zsoldos Ildikó tartott előadást. Kovács Zoltán rektorhelyettes azt mondta, minden évben szeretnének hasonló helytörténettel foglalkozó eseményeket szervezni. A Szatmár-Bereg Akadémia programsorozatunkat azzal a céllal indítottuk el néhány évvel ezelőtt, hogy a egyetemen keletkező és ezt a részt érintő kutatásokat megosszuk egyrészt az itt élőkkel, másrészt azokkal az érintettekkel, akik érdeklődnek ezek iránt, a témák iránt. Ennek megfelelően igyekszünk mindig más helyszínen megtartani az éppen aktuális konferenciánkat. Sajnos az elmúlt években a pandémia kicsit ezt ellehetetlenítette, most szeretnénk ezt újra elindítani, és tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ez egy előre meg nem határozott részből álló programsorozat, hiszen az egyetemi kollégák, kutatók folyamatosan dolgoznak ezeken a témákon, és mindig új eredmények születnek, és ezeket mindig szeretnénk megosztani az érdeklődőkkel. Ennek megfelelő évente szeretnénk szervezni mindig ilyen rendezvényt. A Nyíregyházi Egyetem kancellárja hangsúlyozta, a hallgatók jelenléte különösen fontos a hagyományok továbbadása szempontjából. Örömmel készülnek mindig az oktatóink meghatározott témákban, amikor ezekre az előadásokra készülnek. Úgy gondolom, hogy nekünk küldetésünk a Nyíregyházi Egyetemen nem csak a város, hanem a megye és a beiskolázási térségünk értékeinek a felkutatása, és azoknak az örökség átadása a jövendő nemzedéknek, azaz a hallgatóinknak. A Szatmár-Bereg Akadémia keretén belül levetítették a Lubi Margit életéről és munkásságáról szóló dokumentumfilmet. Végül az esemény zárásaként a résztvevők a Petőfi tiszteletére ültetett ginkgo biloba fánál emlékeztek meg a költő születésének 200. évfordulójáról.